Ez a kedves fehér tárgy lehetne például fülbevaló, esetleg nyakékdísz. Merre van itt élelmiszerbolt? Nem tudom, de mindjárt jön egy hölgy, egy ékszerész, úgy hívják, hogy Gál Gyöngyvér, és ő meg fogja mondani, maradj itt, vagy pedig gyűrű. De ez egy hógolyó. Hello. Hello. Hol van itt élelmiszerbolt? Ezt kérdezte egy hölgy tőlem az előbb. Erre is, meg arra is. Erre? De erre. Megnézzük, jó, menjünk erre most. Most hova megyünk? Zöldségeshez. És minek? Zöldségért, tojásért, ebédfőzés. És mindig főzöl, minden nap? Nem, minden nap. Csak benézzünk. Arrafelé kutyaszaros. Igen? És éjszaka ott el akarsz menni? Nem nagyon mentem arra éjszaka még. Aha! Jaj, megy a vonat, még ezt soha nem láttam. Ez nem hangos, hogyha az ember a pályaudvar mellett lakik? Nem. Mindenki ezt kérdezi. Akárkivel a vasút mellett élésről beszélek. Gyerekkorod óta itt laksz, meddig mertetek elmenni gyerekkorodban így a sinek felé? Eddig. Eddig? Ja, lányok. A fiúk nem, biztos engem nem vonzott. A fiúk átfutottak, nem? Biztos. Ez az alagút izgi, ott oda szívesen bemennék egyszer. Ja, nem ahol a nem, a Gellért hegy alá, hogy bemegy a vonat. A Gellért-hegy alá? A Gellért-hegy szélén megy be. Ja, értem. És a Karolina úton. Ez a Gellért-hegy csücske. Hát ott az avar alatt megy. Aha. És az már Gellért-hegynek az a széle. És milyen hosszú a alagút szerinted? Egy kilométer? Hát megmondom őszintén, hát talán annyi nincsen, de kanyarodik, ha jól emlékszem rá, és sötét van végig. És milyen játékokat lehet játszani, hogyha az ember pályaudvar mellett lakik? Nem dolgoztatok ki valamit gyerekkorban? Nem, szerintem a fiúk dolgoztak. Számolod a vonatokat, hogy mit tudom, 10 percenként hány megy kívülről át. Tudom a menetrendet. Ja, tessék, most ennyi az idő, mit tudom én, még délelőtt van. Milyen vonatok mennek délelőtt? Kérem szépen, ez itt Ferenc József császár, meg lehet nézni közelről. Császár és királyi őfelség, ez pedig Vilmos császár. Érdemes megnézni hátulról, hogy milyen aprólékosan van a ruhája kifestve. Ez kézi munka. Vagy a sisak. És ehhez dukál egy királyi kocsi. Királyi szerelvény. A szív az, hogyha 6-kor indul valami, az nem 6 óra 4 perc, mert tisztesség van, becsület van, és megbízhatónak kell lennünk. A vasutas szív az, hogyha nehezek a körülmények, akkor nem rohan el egyből, mint egy mai pénzügyi szakember a következő céghez, és hagy maga után csapott papot, aztán vagy fölborul az egész, vagy működik, vagy nem működik, hanem végigcsinálja azt, amit kiszabtak rá. A vasutas szív egyébként nem az utcáról jön, habár vannak olyanok, akik valamilyen oknál fogva fertőzötten születnek, és már 3 éves korukban az óvodában sihafuháznak, hanem a vasutas szív általában tradíció. Tehát már a papa, nagypapa, dédapa is valahol vasutas volt. Én úgy cseppentem az egészbe bele, lévén zongoraművész, zenei kutatás is hozzátartozott a mesteriskolához, mint kötelező tantárgy. Régi dokumentumoknak a feltárása, értékelése. És egy öreg vasutastól hallottam, hogy ma, ami a kultúrában vidéken működik, nagyon sok esetben vasúti alapítású volt. A MÁV szimfonikusok, akit a mávosok csak MÁV szimpatikusoknak hívnak, de Diósgyőrben például koncertfúvós zenekar volt. Ma nem is tudják erről a koncertfúvós zenekarról, hogy vasúti alapítású volt. Hogy a vasútnak milyen sokat köszönhet a magyar kultúra. A 800-as évek végén
bognárok, mivel hogy favázások voltak a kocsik, dolgoztak ott. Kék festő szakemberek, iparművész szakemberek dolgoztak náluk. Bőrdíszművesek. Nem tudja elképzelni, hogy annak idején egy kocsinak milyen volt a belseje, hogy csoda, amit műveltek. Az akkori iparművészetnek a tudása egyesült, mint a technika akkori csúcsproduktumában. Ma valahol az űrkutatásban van benne minden. Akkor a vasút volt a csúcs, a vasút mindent magába foglalt. Ó, de jó ez, látod, ilyet még nem is láttam más környéken, hogy 5 darabos szelektív hulladékgyűjtő. Gratulálok. Ez jó helyen laksz. És használod őket? Persze, műanyagot. Tessék, fejből mondd meg, mi a szürke? Mi a szürke? Fémdoboz. A sárga az biztos, az a műanyag. Az a sárga műanyag, arra emlékszem. Te csak műanyagot szoktál lehozni? Azt. Csak azt. Papírt a gyerekeknek gyűjtjük, akik mennek. Akkor melyik a papír? Az a zöld. Kék! Ha, nem sikerült, a kék az a papír. Az zöld a színes üveg, a fehér üveg, a szürke a fémdoboz. A fémdoboz, igen, a fém. Nagyon van, akkor egész jól tudod. És hogyan működik? Ez érdekes, ezek ilyen kis harangok, nem? Szemét harangok. Fölemellék, és akkor elkezdenek csengetni, zenélni, és hullik ki belőle. Az üveg az cseng, rendesen. És azt mondják, igen, köszönjük szépen a lakosságnak. Rendesek egyébként az emberek, betartják? Sokan hordják ide az üveget, akár meg a műanyagot, akár ennyiszor kinézzük az ablakon, mindig valaki dob bele pont valamit, tényleg. Az jó, ennek örülök. Ez jó, akkor ebből megint mi következik? Az emberek rendesek, az állam nem rendes, hogy nem ad mindenkinek ilyen szép, színes, 5 darabos szelektív hulladékgyűjtő szettet. Még sosem néztem bele. Nagyon jól néz ki. Elég jó struktúra. Hölgyeim és uraim, műsor egyik legviccesebb része következik. Gál Gyöngyvér készítette azért jegygyűrűvet. Kezit csókolom. Jó napot kívánok. Ő de finom. Na most már érzed? Mit szoktál itt venni, Gyöngyvér? Mindenféle. Gyümölcsöt általában. Le ismerik? Hát hogy ide? Ja, jó. Hogyne. Hoztam a dobozt. Egy dobozzal kérek szépen. Egy doboz tojást, igen. Hát én a Gyömbért, mert én így hívom, hogy Gyömbér, 10 éve ismerem, és ez alatt a 10 év alatt sem sikerült kifiguráznom, hogy miről is szól valójában. Mindenképpen ellentmondó személyiségnek tartom. Látszólag rendben van vele minden, tehát tisztes polgári lakásban él, ő maga is formatervezett, rendezett körülmények, normális életvitel. Hogy azonban mégis van valami ellentmondás az ő személyiségében, nekem 2 pont tanúskodik erről az ő életében. Az egyik a barátja, a másik pedig a munkája. Mivel ez a film ugye nem a barátjáról szól, csak annyit mondok róla, hogy nem egy evilági szeméről van szó, és ezt pozitívan értem. A munkája pedig olyan szempontból érdekes, hogy gyönyörű formatervezett dolgokat készít, látszik, hogy a fantáziája az egyfolytában dolgozik, él, és nagyon elszabadult fantáziája van. Hát az is még egy kerek történet volt, amikor egy barátommal ültünk, volt nekem egy ilyen kis boltom, amiben ilyen bőrruhákat árultam, mindegy, és akkor meséli ez a barátom, hogy látott majd egy gyönyörű lányt az utcán, és akkor így lefestette nekem egy ilyen márványszerű szépség, vörös hajú. Amikor befejezte ezt a történetet, megjelent a Gyöngyvér is ott a boltba, és akkor így döbbentem, mondta ez a barátom, hogy hát ez az a nő. Tessék, és kérek szépen egy 1/2 kiló gombát, azt most mondják, nem... Mivel foglalkozik a Gyöngyvér? Ötös. Tessék, Macsori. Köszönöm. Két mutatom. Csodálatos. Teljesen normális. Nagyon jó néz ki. Fehér arany volt. Nagyon szép. Két őserdő, tessék, Macsori. Szép szavamban. Őserdő, nem őserdő. Hát olyan sűrű, nem januárban az a fegyőség. És mi lesz ebből? Mi lesz a tojásból, Gyöngyvér? A tojás az mindig kell, hogy legyen otthon. De süteményt szoktam sütni, és abban meg kell.
Ilyen rendes vagy, sütik is süt. Persze. Hagymából leves lesz. Hagymaleves. Fóréhagymaleves. Fóréhagymaleves. Francia hagymaleves. A finom, jó, megcsinálom. A gomba is. A tésztához. Azt jól mondjuk, hogyha valaki otthon az, nem megy az agyadra, az, hogy otthon vagy, főznöd kell, és még a munkád is otthon van, a műhelyed is egy lakásban van. Sokszor nehéz, azért szeretek elmozdulni otthonról, az biztos. Ott van egy temető. Vagy de érdekes, hogy itt van bent. Fiók, bérházak közt, beékelve egy régi zsidó temető. De ez nem is kicsi, az marha nagy. Nem tudok róla semmit. Gyerekkoromban játszottam sírok közt. A kongresszusi központnak a helyén. Ott kihantolták a sírokat, és lentus volt temető, és az építkezés előtt kihantolták a sírokat, és még kis dobos koromban. Nem is be lehet látni. Uh-huh. Tényleg jó nagy. Szép, biztos valahogy be lehet jutni. Régi családi ékszerek. Ez a nagymamádé volt? Aha. Ez milyen szép, ez miből van? Műanyag. Ezt bírom nagyon, ennek a zárrész annyira szép, hogy magával egy szembe benne van egy ilyen kis műanyag menet. Van kis műanyag, de közben van kis finom megoldás, nem? Szoktál lopni? Hát szóval nem lopni, de hát tanulni van. Az ilyen régi ékszerek. Persze, tanulni inkább, igen. Aha. És mi az, amit te csináltál? Ez például mi? Az egy tanuló korszakomból egy gyűrű. Ez jól néz ki. Vagy ez béna? Én nem értek hozzá. Hát most már inkább azt mondanám, hogy béna. Mitől jó vagy béna egy dolog? Ennek mi a baja? Úgy béna, mint amikor először rajzol egy gyerek. És ezeket nem te csináltad, hogy igen? Azt is én csináltam, az csak egy ilyen játék volt. Az arányok miatt próbáltam, hogyha három karikát összerak az ember, akkor ugye minden háromnak van egy vastagsága, hogy mekkora mérete van. Megcsinálom. A domborítás, cizellálás, láncskészítés, szakos, igen. Blanka nevű leányzó 2002-ben 212 olyan kislány született, akinél első utónévként választották a szülők a Blankát. 64 kislánynak második utónévként adták a Blankát. De érdekes módon nagyobb előfordulása volt egy a picikét eltérő Bianka névnek. Bianka névvel első utónévként 569 kislány szerepelt, második utónévként pedig 109 lánynak adták ezt a nevet a szülők. A nyilvántartásba előforduló összes nevet figyelembe véve, úgy tetszik, az úgynevezett klasszikus nevek a dominánsak, tehát a Mária, az Erzsébet, az Ilona. Újszülöttként már jóval kevesebb esetben adják ezeket a neveket, hiszen 2002-ben csak 181 leány kapott Mária utónevet, 109 pedig Erzsébet nevet, az Ilona utónév pedig 10 alatt fordult elő az újszülöttek tekintetében. 2002-ben a Viktória, az Anna és a Vivien nevek voltak a toppon. 2003-ban nem kerülhetett anyakönyvezésre, ugye a Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének állásfoglalása alapján a engedélyezett névként viszont megkaphatta a gyermek a és az Ilang nevet is. Nem tetszik ez neked? Ez a bizsus doboznában mutatunk. Gaz? De csikiz. Mit csinálsz, Blanka? Csikiz közben. Ide gújjuk. Fülezi. Itt szokott aludni, fogja a fülemet. Igen? Csak, és így, kizárólag így alszik el. Hát érdekesek a babáknak ezek a szokások. Az ötösek között több a pasi, több a férfi? Változó. Hát szerintem ugyanannyi. Ugyan nem riasztja a nőket a műhely munka? Nem. Műhelyben nem. Mindig kosz van. Hát nem, kosz kicsit, van, persze kicsit, van kosz, de talán nem olyan nagyon sok kosz, mint ha mondjuk bányába dolgoznának. Talán jobban is tudják a hölgyek, hogy mi az, ami kell, mi az, ami igazán jó, nem? Bár szerintem nagyon mindegy ez. Mondjad.
Mondjad nyugodtan. Hát, szerintem férfiak azért jobban tudnak ékszert. Legalábbis akiket jobban tudnak? Igen? Vajon? A nagy menők... Talán az... inkább bátrabbak. A nagy menők azok mind férfiak? Hát, akiknek legalábbis én szeretem a munkáit, nagyrészt férfiak. Igen, lehet, hogy bátrabbak. És kik szoktak jönni venni inkább? Urak, férfiak vesznek a hölgyeknek ajándékba, vagy bejönnek a hölgyek maguktól? Hát bejönnek a hölgyek maguktól, és van olyan, hogy megbeszéljük, hogy ha beküldik az urakat, akkor mit kell nekik ajánlani? Tehát megállapodunk gyakorlatilag háttérben van egy ilyen titkos megállapodás, igen, hogy... Azt a kis brillét erőszakod rá! Nincs brill. És a pasik pedig nagy naívul kiválasztják, és azt hiszik, hogy ők választották ki. Ilyen is. És boldogok, és iszonyú büszkék a jó ízlésükre, és... Ilyen is van, de a legtöbb férfi azért ki tudja választani, hogy mit szeret a párja. De gondolom, mindig ugyanazt veszik, nem? Én ismerem a férfiakat, jó magam is. Mindig várjuk, hogy milyen ékszereket hoz a gyönyvér, mert mindig újabbakat hoz. Fantasztikusan használja a köveket, az ametisztet, a citrént, a gránátot, és mindig, amikor bejelentkezik, akkor nagy izgalommal várjuk. Teljesen kilóg nálunk a sorból, mert nálunk legfőképpen Péter Vladimir is tanítványai vannak, és a gyönyvér nem ő nála tanult, és a stílusán, és az ékszerein abszolút érződik. Tehát egy abszolút más stílust, más formákat hoz, mint a többiek. Ez nagyon szép, ez miből van? Az karnól elefántok, sietnek a fal felé, itt meg üveggyöngyök. Sietnek a fal felé, ez nagyon jó. És az? Nőszörlók ki a lukakon. Most erről még azt kell tudnod, hogy minden egyes ilyen lukat a gyöngyvér kézzel vágott ki, ugyanis mindent lehet lézerrel, kivéve az ezüstöt vágni. Nagyon ritkán van olyan, amikor fényes egy ezüst felületem. Szeretem az ilyen durva felületeket, akkor sima felületek, amilyen sejmesen fényes, kicsit. Vagy amikor egész ilyen durva reszelő nyomokat hagyok benne. Nagyon durva reszelővel megreszelem, és egyszerűen csak úgy hagyom. De erre például nem mondom azt, hogy ez egy szép ékszer. Ez inkább egy... De ez miért nem szép? Ez nem szép? Vedd fel, ha nézem majd. Ez nem hajszín függ? Az én feleségem is van a fekete hajú, tehát ez szín kell ehhez, nem? A déli típusú lányoknak, vagy ruha? Hát inkább ruha. Azt szeretem, hogyha egy ékszerben van még valami plusz is. Az, hogy például ez megáll, ez egy ilyen kis szobrocska akár, vagy mosolyt fakaszt a füves gyűrűn például. Füves gyűrű. Ennél a gyűrűnél. Az történt, hogy elmentem, hogy keressek az ékszer dobozba valami bélelőt, mert egy nagy fém dobozt szoktam használni, abba teszem az ékszereimet, amikor valaki megveszi, abba adom át, és kerestem bele valami bélelő anyagot. És elmentem egy ilyen dekorációs boltba, ahol megtaláltam táblába ezt a műfüvet. És ilyen kis egységekben van fölpattintva egy ilyen alaplapra ez a kis műfüvet. Ezt mire használják eredetileg? Húsvéti kirakat dekoráció, gondolom. És akkor azt gondoltam, hogy ebből nem dobozbélés lesz, hanem egy gyűrű. Középen nő egy kis korallrózsa. Na ott tartottunk, hogy milyen ékszerek hatnak rád, vagy hogyan állsz neki az ékszer tervezésnek? Nem hatnak, vagy hát én azt gondolom, hogy nem. Nem más ékszerekből merítem az ötleteimet. Inkább a formák, meg az épületek, az árdekot például tényleg nagyon szeretem. Az egész, a minimál... Szinte minimál, nagyon szögletes, egyenes, nagyon tiszta vonalait, azokat nagyon szeretem, és inkább ezek hatnak rám. Az ékszereim, most tényleg nézd meg, itt van egy ilyen ékszer, hogy igazából, hogyha most erre ránézel, akkor nem biztos, hogy azt mondod először, akár egy foton, hogy ez egy gyűrű, mondjuk, hogy a méretarányait nem ismered. Persze lehet gyűrű is, de nem biztos, hogy az jut róla eszedbe először. Az érdekes anyagokat használsz, tehát kevered a nemes anyagokat a kevésbé értékes anyagokkal. Mm.
szeretem ezeket a nem odaillő, klasszikus értelemben nem odaillő anyagokat. És ettől nem kevésbé nemes szerintem az ékszer, mert hogy műanyaggal van kombinálva, vagy akár műanyagból készül, mint... Az neked szimpatikus, hogyha valakin sok ékszer van? Nem. Én azt szeretem, ha valakin egy ékszer van, és az az ékszer az nagyon ott van. Egy gyűrű, és nem feltétlenül nyakék, hanem, és nem kell, hogy rögtön ott szembe tűnjön az ember nyakába egy jó kis gyűrű. Egész véletlenül van a zsebemben néhány madárgyűrű. Itt például egy ragadozó madarak, kisebb testű ragadozó madarakra használatos Budapest feliratú alumínium gyűrű látható. Vannak nagyobbak, például gólyára, hattyúra ilyen kicsit nagyobb gyűrű kerül. Most ez jó össze van fűzve, természetesen egyenként tudjuk rárakni. Tudok mutatni egy kicsit kisebbeket, illetve van még nálam egészen apró gyűrű, például a füzikékre, fecskékre ilyen egész apró gyűrű megy. Ezen 50 darab van, csak a méretét akkor így tudom érzékeltetni. Mi van még nálam? Említettem, hogy alumínium, illetve acél mellett műanyagból is készülnek gyűrűk. Ezeknek a gyűrűknek az a előnye, amit a kezemben van, ez speciál kanalas gémekre való gyűrű. Ezeket le lehet olvasni távcsővel, jobb teleszkóppal, jobb távcsővel. Így a madár megfogása nélkül kapunk róla információkat. Jelen pillanatban a kanalas gémekre van épp egy ilyen kutatási projekt, amikor fiókakorban meggyűrűzünk lehetőleg minél több kanalas gémet. És hát erről nagyon jó, érdekes és most már meglepő adatok is érkeztek. Ha elmondhatom itt akkor annyit, hogy eddig nem tudtuk, hogy a magyarországi kanalas gémek közül előfordulhat az, hogy északra indulnak el és csatlakoznak a nyugati vonulási útvonalakhoz. Egy megkerülés már bizonyítja ezt a csatlakozást. Kanalas gémek is csatlakoznak Európához. Magyarországon 1908 óta folyik gyűrűzés, ez Európában a harmadik ország, amelyik csatlakozott, ugye 1896-ban Mortensen rakta föl első gyűrűt Hollandiában, 1908-ban már Magyarországon is gyűrűztek rendszeresen, akkor még a gyűrűk vésett gyűrűk voltak, speciális munkát igényeltek, ma sorozatban gyártják, néhány, a legtöbb gyűrűtípus Magyarországon készül. Most pont úgy fogom osztani, hogy bal kezemben van azok, amit Magyarországon készültek, és akkor itt ez a szépen fölfűzött sorozat, ez már ez az alumínium gyűrű, ez Svédországban készül, ez pedig nem tudom, hol készült. Ezért szeretem a gyűrűt, hogy nincs igazán jelen azonnal, de bizonyos mozdulatoknál, vagy hogyha az ember így jobban megismeri a másikat, vagy beszélget már vele egy ideje, akkor így előkerül a gesztikulálásával akár. Most készülök egy kiállításra, és oda csinálok új dolgokat, és elővettem egy-két régebbit is, amit kiküldök, Glasgow-ban lesz. 5 fiatal iparművész ötvösnek lesz a kiállítása a Londoni Magyar Intézet meghívására. És hány órát töltesz naponta itt a műhelyben? Hát sajnos mostanában kevesebbet tudok. De miért? Ja, már a gyerek miatt? Hát főleg, amikor alszik ebéd után, vagy ha a férjem tud rá vigyázni, meg este, amikor lefekszik és alszik. Mint ahogy most is, ugye. Szeretek itt ücsörögni, és csak így itt ülök, és akkor gondolkozok. Az ötvös az magányos? Nincsenek olyan jó kis céhek, mint régen, nem? Hát, kevesebb az összetartás, az biztos. Én szeretném, hogyha lenne több közös kiállítás, hogy akár minden évben megmutassa mindenki, hogy abban az évben mit csinált újat. Engem például nagyon érdekel. Nincs ilyen terep? Tehát nincs az, hogy műcsarnokban, vagy valahol egyszer csak az ötvösök feltűnnek, és mindenki kiállít? Kevés ilyen szerveződik, sajnos.